Tisztelt polgármester úr, tisztelt képviselőhölgyek ura, tisztelt ünnepi közgyűlés! Engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem Önöket a Pécsváry Női Kamara kórus nevében is. Elsőként kérem, hallgassanak meg egy angol reneszánsz szerzőtől egy rövid kis madrigát. John Dowlandről van szó, akit a korának íres lant és énekművészének is tartottak. Azt is mondhatnánk kis képzavarra, hogy a reneszánszkor Schubertje, mert olyan sok dal komponált. Ezek közül hallgassanak most meg egyet, a címe Búcsú. Megzenésítés következik. Az első gyönyörű Balassi Bálint verse készült, az alkotója pedig Bárdos Lajos. A címe Darvaknak szól. Thank you.
A másik népdal feldolgozásért egy rövid történetet szeretnék fűzni. A tavasz folyamán részt vettünk Szovátán a tavaszi tavaszi kórusfesztiválon, amelyen 18 erdélyi, felvidéki és magyarországi kórus vett részt. Magyarországról 3 kórus és köztük a Pécsváradi Kamarakórus volt jelen, úgyhogy ezért is javítottam ki magam, hogy nem volt nemzetközi természetesen. Erre az alkalomra Csiki Boldizsár, aki ma 78. életévét tölti, erdélyi magyar zeneszerző, komponált egy népdalfeldolgozást, amit Özkarban adtunk elő. Ez a vegyes kari, úgyhogy ezt most nem fog tudni megmutatni önöknek. Ellenben mi készültünk arra, hogyha Csiki Boldizsárral találkozunk, akkor őt tudjuk köszönteni idő módon, és elővettünk egy vers megzenésítését, amelyet egy nagyon rövid Vörös Sándor verse komponált. Hallgassák meg most ezt szeretettel. A címe Csöndes dal. Fesztiválok történetében szokásos, hogy a résztvevők egy úgynevezett gyors tanulási versenyen vesznek részt, ahol ott megkapnak egy kottát, és egy óra alatt kell valamilyen szintre eljutni, és azt utána bemutatni a zsűrinek. Ezekre az alkalmakra, hogy ne legyen ismert mű, Pillai Aurél rendszerint egy saját művet komponál, megcsinálja egynemükari és vegyeskari változatban is, és ezeket a műveket szokták elénekelni aztán a zsűrinek abban a készültségi fokban, ameddig a kórusok eljutnak. Egy ilyen művet szeretnénk most elénekelni, mert úgy érezzük, hogy nem csupán egy alkalmi kompozícióról van szó, hanem egy nagyon mély mondani való hordozó darab volt. A mű címe Fons Amoris, vagyis a szeretet kútja, és tulajdonképpen a Jacopo Neda Todi középkori Sabbat Materéből egy nagyon kis rövid metszet, az alcímében benne is van, hogy egy fragmentum de Sabbat Mater, tehát a Sabbat Maternek egy részlete. Hallgassák szeretettel!
befejezésül, kérem hallgassanak meg, egy olyan dalamot, amely 1681-ben a Kisdi-féle énektárban jelent meg először, és Bárdos Lajos ültette át női karra. A címe Áldott Szent István. Előestén, illetve elődélutánján a település önkormányzata
ünnepi önkormányzati ülés keretében köszönti mindazokat, akik a településért sokat tettek. Az is több évtizedes hagyomány, hogy ilyenkor a Pécs-Vádi Női Kamaratórus muzsikája köszönti önöket. Karnagyuk Kutnyánszki, dr. Kutnyánszki Csaba volt. Egy kicsit elkerültünk a hagyománytól, másként fogadja önöket a testület, ez nem a tiszteletlenség, hanem a praktikum hozta így. És az is régi hagyomány, hogy ilyenkor a város polgármestere köszönti önöket, megosztja önökkel ünnepi gondolatait. Kérem Zárdó Jánosnak, tegye ezt most is meg. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, köszönöm, hogy ilyen nagy számban eljöttek a mai ünnepi közgyűlésünkre. Eddig ugye valahol mindig a hátsó sorba álltam és hallgattam az elődeimnek az ünnepi beszédét. Próbáltam hozzájuk igazolni, de nyilván mindenki beleteszi a saját lényét. Én, ha nem zavar senkit, akkor egy pár gondolatban összefoglalnám a múlt, a jelen és a jövő dolgait, ami Pécsvárodot érinti. Sok olyan dologgal találkoztunk képviselőtársaimmal, ami a múltban, a jelenben és a jövőben is komoly feladatot fog ránk róni. Ugye a legelső hetekben azonnal egy olyan problémával találkoztunk, ami az egész város életét és főleg gyerekeink életét befolyásolta, az uszodának a problémája. Közösen úgy döntöttünk, hogy lehet ebből sokfajta bírósági és egyéb ügyet intézni, de a gyerekeink ettől nem fognak tudni úszni a következő időszakban. Így aztán az önkormányzat magára vállalta ezt a feladatot és ezzel együtt ezt a költséget is. És azt kell mondjam, hogy én szerintem legalábbis rekordidő alatt használhatóvá tettük ezt az uszodát, és talán egy kicsit fel is újítottuk. Ma ez a rendszer üzemel, egy fél évet bizonyított, apró csepő problémák nyilván vannak, ezeket kiamítva várjuk ugye a következő időszakot, a következő fél évet. Aztán nem sokkal később ugye találkoztunk a szokásos témával, a pécsváradi hóval és annak a problémájával. A kollégák a városüzemeltetés révén úgy gondolom, hogy hosszú idő után először egy viszonylag problémamentes teret élhettünk meg. Külön köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett. Rengeteg pályázatot vettem át az elődöktől, dr. Bíró Ferenctől, aminek a lezárása vált rám, ami hol egyszerű, mint a megvalósítás, hol pedig fordítva bonyolultabb, mint maga az egész megvalósítás. A legnagyobb pályázata a városnak a várpályázat volt, ezt több önkormányzati ülésen is közöltük a lakossággal, hogy sikeresen lezártuk. Külön köszönet a pályázati csoportnak és minden olyan embernek, aki ebben részt vett, a vár személyzete, a Vár Kft., akkor még ugye Vár Kft. Ennek a pályázatnak a lezárását követően elgondolkodtunk egy kicsit, már szűkebb körben, pénzügyi vezetővel, jegyzőúrral, hogy mit is kellene csinálni a, hogy mondjam, kicsit nehezen kezelhető és nehezen átlátható Vár Kft.-vel. Ezt az átalakítást szintén megléptük, több személyi változással járt, azt azért el kell mondani, hogy munkahelyet senki nem veszített el, viszont talán most már így visszagondolva erre a pár hónapra mindenki megtalálta a helyét, és a nagyobb legfontosabb, hogy maga a Vár Kft. Is megtalálta a helyét. Kijelentetjük, hogy április óta egy önálló és önellátó Kft.-ről van szó, és ez nagyon fontos, ez az utolsó, hogy önellátó. Ugye eddig az önkormányzatnak ezt az önkormányzati tulajdonú Kft.-t állandóan injekciózni kellett, hiszen a költségeit, a béreket nem tudta kitermelni. Április óta ez nem így van. Kijelentettem, hogy Pécsvár város önkormányzata egy forintot nem kellett, hogy investáljon ebbe a Kft.-be, amiért külön köszönet az új ügyvezetőasszonynak és a körülötte dolgozó stábnak. Ez egy komoly vívmány szerintem. Ugye a Vár Kft. Átalakulásával a város üzemeltetési osztály is újra élet, és letisztítva a feladatokat, tehát egyértelműsítve, hogy kinek mi a feladata, ma elmondhatjuk, hogy helyen közel megfelelő módon üzemel. Itt azért tudni kell, hogy a jövőben még sok feladatunk van, ami nem elsősorban abból adódik, hogy az emberek nem tudják, hogy mit kellene csinálni. A törzstagság, mondjam így, ugye a
közalkalmazotti vonallal nincs probléma, viszont talán többen tudják, hogy itt 75 és 100 fő közötti közhasznú közmunkaprogramban résztvevő embert is kell koordinálni, akik finoman szólva is nem feltétlen a legegyszerűbb esetek, tisztelet természetesen kivételnek. Pályázatíró csoport. A pályázatíró csoportot önállósítottuk, vezetőjüknek letisztáztuk a feladatkörét. A korábbi időszakban tulajdonképpen egy párhuzamos, két párhuzamos munkakör töltött be, ami közös megegyezés alapján legalábbis úgy döntöttük, hogy nem biztos, hogy ez előrébb visz bennünket, ezért kizárólag ezt a feladatot, tehát a pályázat írói munkát kapta meg ez a csoport. Azt is el kell mondjam, hogy ebben az új felállásban nem csak, hogy jól lebonyolították a futó pályázatokat, több pályázatot beadtak, és ezek közül többet már meg is nyertünk. A pénzügyi számviteli osztályon volt pár nyugdíjazás, ezzel kapcsolatban nyilván fel kellett tölteni a létszámot, illetve a pénzügyi osztályvezető kérésére és javaslatára további létszámmal bővítettük ezt az osztályt, mert hiszen ez az osztály, ezen az osztályon múlik a legtöbb. Ezen keresztül megy a város pénze, a könyvelés és minden számviteli feladat, úgyhogy az, amikor a pénzügyi osztályvezető úr megkérte arra, hogy szó lehetne arról, hogy egy fővel bővítsük ezt a csoportot, nyilván nem tudtam nemet mondani, és ez ma már igazolódik, hogy jó döntés volt. Olyan programon túl vagyunk, ami szintén úgy vélem sikeres volt, ugye túl vagyunk a Városnapján, Szent István napokon, illetve több olyan a Millenniumi programsorozatban illő programon, ami sikeres volt, és hát a látogatottságból én úgy gondolom, hogy érdemes ezeket a programokat megrendezni. Egy-két olyan dolog azért, ami így, ugye megkértek, hogy azért, ha lehetne 45 percen keresztül beszéljek, mert hát ha megmondják, és ezért még akár kaphatok is, úgyhogy összefoglalnám azokat az apróságokat, amik a apróságnak tűnnek, de a város életében bizony fontos szerepet játszanak. Ugye nyertünk egy olyan pályázatot, ami révén egy műfüves pályát kaptunk, ez a gyerekek rendelkezésre áll, iskola időnkben, kívül pedig a város amatőr sport körének ad lehetőséget a futball űzésére. Ugye nagyon fontos kérdés volt, és még a mai napig is komoly gondot és feladatot ad az önkormányzatnak az apartmanház. Az apartmanház projektjét lezártuk. Az, hogy sikeres, azt még azért nem mondhatom, mert az ellenőrzés nem volt meg, de feltételezhetően nem lesz ezzel probléma. A legnagyobb feladatunk most, hogy benépesítsük ezt az egységet, ezt a nyugdíjas apartmanházat. Itt a múlt héten hoztunk egy döntést, a belépési díjat drasztikusan 2,5 millió forintban határoztuk meg. Azóta egyébként az érdeklődés megnőtt, ha ez így lesz, akkor természetesen a pécsváradiakat fogjuk előnyben részesíteni, és ameddig ők jelentkeznek, addig ők fogják ezeket a lakásokat megkapni. Egy sikeres temetőkápolna felújításon is túl vagyunk, ennek az elszámolása szintén megtörtént, ellenőrzése a jövőben várható. A templom festése, ugye a templom ünnepére, a Nagyboldogasszony napjára sikerült a festést befejezni. Itt az önkormányzat a pályázat lebonyolításában, illetve némi pénzzel segítette ezt a projektet. Úgy gondolom, hogy megérte, és ezt most kellett megtennünk, hiszen ebben az ünnepi sorozatban egy méltó helyen lehet ünnepelni. Abszolút azt kell mondjam, aki ebben részt vett, akár irányítói, akár operatív oldalon, le a kalapba, ez egy nagyon-nagyon kemény munka volt, és hát a határidőket meg nem is szeretném nagyon ecsetelni, tehát itt jó, hogy nem volt munkaügyi ellenőrzés, hogy mennyi időt dolgoztak ezek az emberek. Még egyszer köszönet nekik. Egy-két olyan dolog még, ami szintén egy kicsit hozzám köthető azért, mert nem azért, mert nagyon okos ember vagyok, csak bizonyos számok árulkodtak. Az egyik ilyen dolog a gyermektábornak a dolga, hogy a gyermektábornak a jövedelmezősége, bár tudom, hogy nem ez az első számú cél, de legalább az ember szeretne egy nullás szintet kihozni, hogy a városnak a költségvetését ne terhelje. Ez a múltban nem így volt.
valahogy nem tudta ezt kitermelni, illetve a hozzáfűzött reményeket sem tudta beváltani. Ma kijelentettem, hogy a tábor egy startmunka program keretén belül megújult, és megújul, mert ez még folyamata van év végéig. A jelenleg ott dolgozó stáb, és mivel ezt a tábort a Vár Kft. Irányítása alá tettük, tehát maga a Vár Kft. Irányítása alatt olyan bevételeket, olyan számokat mutat, ami bennünket igazol, jelenleg olyan tízszeres a bevétele az elmúlt évekhez képest. És hát ami nagyon fontos, hogy tényleg kultúrált a környezet, és megpróbáljuk természetesen ezt még szebbé tenni. Voltak olyan évközi döntéseink, évelei döntéseink, amik ugye nagy port kavartak, az egyik ugye a zöld hulladék szállítás, amiről nagyon nem szeretnék beszélni, én szerintem működik ez a dolog, és bízok benne, hogy működni fog a jövőben is. Másik a tűzgyújtási dolog, ez már ugye sokkal jobban megosztotta a lakosságot, de most így visszagondolva úgy gondolom, hogy ez is elérte. Elérte a célját. Füstmentes hétvégék, füstmentes péntekeket élhetünk meg, és a zöld hulladék szállítással összekapcsolva úgy vélem, hogy ez működni fog a jövőben is. A állandó téma, hogy ez Pécsvár, amikor ide kerültem, az első ilyen lakossági fórumon, ebben azzal szembesültem, hogy a legfontosabb téma sorrendileg mindig a kóborkutyáknak a problémája. Ugye ezzel kapcsolatban elkezdtünk egy folyamatot, amit jelenleg hatósági intésre abba hagytunk, de nem azt jelenti, hogy befejeztünk. Az önkormányzat megpróbál egy olyan telepet létrehozni a közeljövőben, ahol már hivatalosan is befoghatunk kutyákat, és 14 nap megőrzés után menhelyek számára átadhatjuk. Tehát nagyon fontos az, hogy mi a kutyákat nem fogjuk elaltatni, ez nem a mi feladatunk, erre vannak emberek, akik előtte természetesen megpróbálnak gazdát keresni nekik. Egy kicsit belenyúltunk más dolgába is, ugye az iskolának az udvarát egy kicsit bezöldítettük, elég sivár volt, illetve bizonyos szempontból balesetveszélyes is. Itt csak azt látom, amit a gyerekek arcán lehet látni, illetve az apró megjegyzések, hogy tetszik nekik, és nem volt fölösleges ez a dolog. Talán egy nagyon fontos dologgal zárnám, ami eddig volt, ez pedig egy mai napi történet. Külön köszönet mindenkinek, aki ebben részt vett. Amikor a programomat összeállítottam a választások előtt, ugye, akkor én nem is tettem bele ezt a programomba, de minden lakossági fórumon előjött a honlap kérdése. Ugye ma már az internet világában kevés ember veszi fel a telefont, többen inkább odaülnek egy számítógép elé és megnézik, hol is van ez a Pécsvárad, milyen programok vannak, miről híres, miről nevezetes. Sajnos a mi honlapunk az kritikán aluli volt, illetve talán úgy mondanám, hogy nem is volt, hiszen egy olyan régi állapotban lefagyott, amit nem is szabad igazándiból mutatni, tehát jobb lett volna, ha ez megszűnt volna, addig, ameddig elkészül az új. Most bejelentettem, hogy a mai nappal már a próbák is megtörténtek, tehát ettől a pillanattól üzemel ez a honlap. Minden olyan információ, amire szükség van, fent van, a finomítások pedig a következő pár hétben még megtörténnek. Én mindenkinek javaslom, hogy ha ideje van rá, vagy ha valamilyen problémája van, keressen fel ezeket az oldalak, ezt az oldalt, amelyen keresztül több olyan más önkormányzathoz, turisztikához kapcsolódó oldalt meg fognak találni, ahol érdekes információk vannak. A jövőről egy pár mondat, és akkor be is fejezném. Két pályázatra várunk nagyon, ami a város életét befolyásolhatja. Az első az írásra került, és bízok benne, hogy a pályázati jó csoport segítségével, illetve a külső szakemberek támogatásával augusztus 31-én beadásra kerül. Ez a sportcsarnok és a művelődési háznak egy energetikai felújítása. Az energetikán kívül természetesen összeszőve megpróbáljuk megoldani azokat a korábbi beázásokat, amiből egyrészt rengeteg kellemetlenség lehet, rengeteg költségünk származott, továbbá az utóbbi időben a balesetek is jelentkeztek. Emellett várunk egy másik helyen közel hasonló nagyságrendű pályázatkiírást, ami célirányosan szintén pécsvárosi objektumra, az uszodára lenne kiírva. Erről már szóbeli információink vannak, ez pedig a teljes energetikai korszerűsítését jelenteni. Magyarán szóval megpróbáljuk a jelenlegi gázfűtésből megújuló energiára állni,
átállítani magát az egész uszodán. Azt tudni kell, hogy ez a teljes uszodai fenntartási költség 41 néhány millió forint. Ennek tetemes részét a gáz és természetesen a víz díj teszi ki. Tehát, hogyha a gázdíjtól el tudnánk úgy nagyjából tekinteni, ami egy hideg hónapban akár 3 millió forintot is meghaladja, hát bizony nagy érdem lenne és nagy eredmény. Ugye jelen pillanatban nem mi vagyunk az üzemeltetők, ebből adódóan nem nekünk hoz ez majd most rövid távon eredményt, hanem a TRIV-nek, de bízok benne, hogy egyszer ez majd a mi számlánkat is csökkenteni fogja, vagy a fizetendő hozzájárulásunkat. Dombait, ami beruházások, ugye a múltban és a jelenben is beszéltem róla, a jövőben folytatódni fognak. Következetesen megpróbálunk belőle egy olyan turisztikai attrakciót csinálni, hogy érdemes legyen az embereknek idejönni. Egyébként pár meleg nyári hétvégén azért lehetett látni, hogy helyen közel teltházas volt a Dombai tó, ezek már jó előjelek. A kátyúzás. Kátyúzást az őszi időszakban szeretnénk megkezdeni, amikor az ünnepeken túl vagyunk és a rengeteg feladatból kicsit felszabadulunk. Erre még egy kicsit kérem a lakosság türelmét. Lányvásár. A lányvásár egy megújításon fog keresztül menni. Én bízom benne, hogy mindenkinek el fogja nyerni a tetszését. Új szervezőgárdával, a mi csapatunkkal kiegészülve egy teljesen más szemlélettel és más megjelenésben próbáljuk a lányvásárt megújítani. Természetesen a tradicionális pontok megmaradnak, tehát azért nem szeretnénk egy teljes kibelődést végrehajtani, a hagyományokat meg kell tartani. Fontos, kicsit más téma, fontos kérdés, ugye Pécs-Aradváros önkormányzatának a pénzügyi helyzete. Dolgozunk azon, hogy a pályázatok lezárásából visszaérkező pénzeken keresztül, illetve az apartmanház lakásainak az értékesítése során bejövő pénzekből stabilizáljuk költségvetésünket. Én bízok benne, hogy ez valamikor az év végére, november hónapra tervezem, meg fog valósulni. Szintén egy fontos dolog, bár még elég kezdeti stádiumban van, de úgy gondolom, hogy mindenkinek kell tudni róla, hogy a kormányzat akarata és szándéka szerint iskolaközpontok fognak létrejönni. Pécsvárad ilyen iskolaközpont lesz. A lényege tulajdonképpen annyi, hogy a környező településeken a felső tagozatos tanítás meg fog szűnni, és Pécsváradra kerülnek ezek a tanulók. Tehát aki ebben a körzetben van és felsőfokú vagy felső tagozat van, azok az osztályok, azok bekerülnek ide Pécsváradra. Természetesen rögtön adódik a kérdés, hogy hova. Ígéret van, hogy erre gyors és irányított pályázatok lesznek kiírva, aminek keretén belül Pécsvárad város iskolája tovább fog bővülni. Ne kérdezzék, hogy milyen irányba vagy hol, ezt majd meg kell oldanunk. És ígéretet kaptunk egy új nyújtott pályás sportcsarnokra, hiszen a tornateremre mondjuk így inkább, hiszen jelenleg az iskola ugye lefoglalja egész délutánig a sportcsarnokot, úgyhogy még nekik így sem elég, úgyhogy valamit tenni kell ezzel a helyzettel, a legjobb megoldás az a saját tornatermük lesz, természetesen az se lesz elég, akkor is még a sportcsarnokot igénybe kell, hogy majd vegyék, de talán kicsit majd könnyebb lesz a helyzet, és nem találkozunk olyan diákokkal, akik a folyosón tartják, vagy ne adj Isten, ami most már elindult ez az elméleti tornaóra, ami a felé egy viccel. Ugye két olyan apróság még, ami szintén úgy érinti a települést, de még konkrétumokat nem tudunk róla mondani. Az egyik a bölcsödei program. Ugye ez a Gyere Extra és egyéb programokon keresztül sajnos a bölcsödéknek a kapacitása úgy tűnik, hogy kevés lesz. A héten kaptunk egy olyan kormányzati tájékoztatást, miszerint eljutott hozzájuk is ez az információ, miszerint a bölcsődei helyen kevesek, és ezért olyan pályázatok fognak megjelenni, amiben az ilyen frekventált helyek, amik között egyébként Pécsváron is van, lehetőséget kap bővítésre. Ez azért is jó lenne, mert most is több családnak az igényét el kellett utasítsuk, és itt bizony arra is kellett figyelni, ugye itt egy olyan analitika elvén megy az egész, hogy a fiatal, minél fiatalabb gyerekeket, hiszen már egy éves gyereket is hoznak bölcsödébe, akik ezt az analitikát nagyon rontják, tehát az összlétszámot lecsökkentik, ezeket a gyerekeket kellett pont
egyébként elutasítanunk. Hozzátéve, hogy nagyon jó lenne, ha ezek a gyerekek valóban otthon maradhatnának és nem hoznák bölcsödébe, de természetesen ez a mai világ, ez nem biztos, hogy mindig ugyanúgy gondolkodik, ahogy a logika kívánná. Várak rekonstrukció. Ennek a várnak az első beruházás szinten megvalósult, de azzal mindenki egyetért, képviselőtársaim is, akik ebben dolgoztak, hogy ezt folytatni kell, ezt se fogjuk elfelejteni, és ehhez kapcsolódóan pályázati terveket nyújtottunk be, hogy ezzel mi lesz a jövőben, nyilván ez még kérdés. És legvégén két olyan dolog, amit én bízok benne, hogy nagyon hamar meg fogunk tudni oldani, ez a Vár utca és a Szent Háromság téli partoló kérdése. Ezzel kapcsolatban a tervek elkészültek, ezt még egyszer a képviselőtestület elé fogom terjeszteni, és nyilván, hogyha az anyagi lehetőségeit megengedik, akkor ezeket meg fogjuk valósítani, és egy kicsit biztonságosabbá tesszük, főleg a Vár utcai szülőknek a parkolását. Körülbelül ennyit szerettem volna mondani Pécsváradi város múltjáról, jelenlétről, jövőjéről. Mint polgármester úgy érzem, hogy a város működik. Ez egy nagyon fontos dolog, mert ugye új kezdő polgármesterük van. A régi tapasztalt polgármesterektől kellett átvenni ezt a feladatot, ezt tanulni kell. Tehát egy vagy két év alatt sem lehet tökéletesen megtanulni, de talán pár idősebb kollégám meg tudna erősíteni, hogy lehet, hogy egy évtized is kevés, hiszen annyi változást élünk meg nap, mint nap, amit lekövetni is nagyon nehéz. Én a legvégén szeretném megköszönni minden kollégámnak, jegyző úrnak, és természetesen a képviselőtestület kollégáinak, a képviselőtestület tagjainak, hogy segítenek ebben a munkában, és ha lehet, akkor ezt tegyék a jövőben is. Köszönöm szépen! Az elején hagyományokról beszéltem, és hogy új hagyományt alapított meg a mostani képviselőtestület. Nem én mondtam, amit mondtettek laudációit, hanem ők fogják ezt közvetíteni önökre. Úgy látják, hogy ilyen is fogják. Köszönöm szépen! Ugye a Pécsváradi legnagyobb kitüntetése az a Pécsváradi díszpolgára. Az idén a képviselőtestület úgy döntött, hogy ezt a címet nem adjuk át senkinek, nem részesítünk senkit ebben a kitüntetésben. A vélemény egységes volt, nem találtunk olyan szemét, aki erre méltó lenne. Pécsvárad második legnagyobb kitüntetése a Pécsváradért emlékplakett. Nagy megtiszteltetés, hogy azt az embert, aki ezt a díjat kapja, én vezethetem fel, és egy pár mondatban ismertethetem azt, hogy miért is kapja ezt a magas kitüntetést. Az úriember 2002-től 2006-ig a Pénzügyi Gazdasági és Műszaki Bizottság tagja volt képviselőként. 2006-tól 2010-ig ez kiegészült egy jogi ügyrendi és etikai bizottsággal, jogi tagsággal. 2008-tól 2010 októberéig alpolgármestere volt a településnek. 2010-től 2013-ig, halála napjáig pedig képviselőként a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja volt. Én akkoriban, ugye, mivel se képviselő, se pedig polgármester nem voltam, vállalkozótársként ismertem, mindenben segítőkész volt, fogékony volt a szociális dolgokra, nagyon sokszor adakoztunk ilyen célra, és láttam, hogy az ő neve mindig ott volt valahol a sorban, vagy az mi nevünk előtt, vagy a mi nevünk után. Méltó, abszolút méltó erre a kitüntetésre. Az, hogy amikor én ezt előterjesztettem, ezt a kitüntetésre az adott személy, egyhangulag minden képviselőtársam azt mondta, hogy teljes mértékben egyetértés, és minden szempontból megérdemli ez az új ember ezt a díjat. Sajnos átvenni nem tudja, úgyhogy arra kérném a hozzátartozóit, akit levélben értesítettük, hogy Homan István volt képviselő és alpolgármester úrnak a díját vegyék át.
Pécsváros képviselőtestülete a közszolgáltatás kitüntetést adományozza Hágin Antalnak, a Pécsváradi Kötös Önkormányzat Hivatal főelőadójának. Hágin Antalné Erzséket 1992 óta dolgozott a Pécsváradi Polgármester Hivatalban, ez itt volt ugyanaz a pénzügyi területen a könyvelése. Csendes természetében, szorgalmával pontosan látta el feladatot. A hivatal igazi romlatosabb volt, akinek jelenléte fel sem tűnik, de hiánya annál inkább. Példamutató köztisztviselői munkája elismeréséül nyugdíjba vonulása alkalmából kapja a kitüntetést. A közszolgáltatás kitüntetésben részesül Tibeszki és Tóth Mária, a Pécsváradi Közös Önkormányzati Hivatal elnök vezetője. Marika 40 évet töltött a közigazgatásban, ebből 37 évet elnézést Pécsváradon. Eleinte ipari kereskedelmi feladatokat látott el, majd ezek mellett 17 évig volt Pécsvárad, és a társult települések elnök vezetője végezte a hagyatékra felvételben kapcsolatos ügyintézést. Felelősségteljes munkája elismeréséül nyugdíjba vonulása alkalmából kapja a kitüntetést. Dolgozott pécsváradi intézmények, óvoda, általános iskola élelmezés vezetőjeként. Munkáját lelkiismeretesség, odaadás, segítőkészség, precizitás jellemezte. Nagy gondot fordított a pécsváradi gyermekétkeztetés minőségének magas színvonalára, a gyerekek igényeit is szem előtt tartva. Pályafutásának talán legnehezebb szakasza utolsó 3-4 éve volt, amikor is az új iskola megnyitásával feladatköre és felelőssége jelentősen megnövekedett. Végig figyelemmel kísérte, és szakmai tanácsaival segítette az új 500 adagos konyha tervezését és megvalósulását, megszervezte a törvényi változások miatt csatlakozó intézmények étkeztetését is. Bár munkatársait irányítania is kellett, mindez nem zárta ki azt a tényt, hogy velük mindig jó kapcsolatot ápolt, mindenben a segítségükre volt. A kötelező feladatokon túl számos alkalommal vállalta városi rendezvényekhez kapcsolódó fogadások színvonalas lebonyolítását. Kívánjuk, hogy a jövőben egészségével is többet tudjon törődni, töltsön minél több időt családja körében szeretett unokájával. Bízunk benne, hogy főzéssel kapcsolatos jó tanácsaira, remek receptjeire továbbra is számíthatunk. Velman Nándornét, Pécsváradi Város Önkormányzata közszolgálatáért kitüntetésben részesít. Szervezéséért, abban aktív részvételéért érdemelte ki a település elismerését. Magánéletében is kiemelkedő szerepet játszik a sport, különös tekintettel a tömegsport, a mozgás, az egészséges életmód. Rangos hazai és külföldi sportversenyeken a város hírnevét öregíti, kitartásával, sport teljesítményével, példát mutat az ifjúságnak, különböző rendezvények szervezésével, mozgásra ösztönzi a lakosságot. Tevékenységével a sport egészségmegőrző szerepére irányítja a figyelmet, követendő példát mutat ezzel környezetének. További terveihez kívánunk erőt, kitartást és jó egészséget. Elismerés illeti azon vállalásáért,
miszerint a Spartacus sportkör irányítását annak kritikus állapotában és helyzetében vette át. Vállalta a sportkör teljes átszervezését. Munkájának eredménye már egy szezon után is mérhető és tetten érhető. Fuller Zoltánt, Mücsvárad város önkormányzata a közszolgálatáért kitüntetésben részesíti. A város tömegsport életének szervezéséhez nyúlt aktív segítséget. A váratfutás és a családi kerékpártúra elképzelhetetlen az ő aktív részvétele és sokrétű támogató munkája nélkül. Magánéletének is szerves része a sport és a mozgás. Pécsvárad város önkormányzata emlékplakett kitüntetésben részesíti. Pécsváradon, aki nincs reflektorfényben, végzi a szolgálatát kitartóan, nem látjuk szerény, nem tolaszik előre, de mindannyian tudunk róla, és mindannyian halljuk. És jól esően halljuk a hangját. Nem ő a főszereplő, de nélküle elképzelhetetlen egy szentmise, egy temetés vagy egy esküvő. Több mint 3,5 évtizedes működése alatt szorosan hozzánőtt Pécsváradhoz és a pécsváradiakhoz. Amikor mások a pihenőnapjukat tartják, ő akkor dolgozik, lehet napsütés, lehet hóvihar, lehet betegség vagy bármi más, neki mennie kell, mert az ő szolgálata nélkülözhetetlen. Egy biztos pont, akire mindig számítani lehet. Pedig nem mondhatjuk, hogy az élet kíméletesen bánt vele, felesége és a gyermekei elvesztése után egy súlyos gondokat teli időszakot volt az életének, de ezek után sem veszítette el a hitét, változatlan kitartással végezte a feladatát. Polgári foglalkozását is ehhez kellett igazítani. Amikor a templomban megszólal az orgona, akkor tudjuk mindannyian, hogy a helyén van. És pontosan illik rá a jelző, amit Petőfi a helyiség kalapácsában ír, a helybéli lágyszínű kártól. Pécsvárad város önkormányzata Straub Mihály emlékplakett kitüntetésben részesít. Itt volt az ünnepség elején, de a szolgálata megint elszorított a hatalomban, mi se van, és ezért ott van a templomban. Szerintem átfogjuk adni nekik. Köszönöm szépen. Peyser Péter, a Frangesz Kajszon Pécsfel a Barátsági Egyesület alapító tagjaként fáradhatatlan munkát végez a klub sikeres működése érdekében, a program aktív szervezője, közreműködője. Kiemelkedő munkájáért, a német kisebbségi kultúra ápolásáért folytatott tevékenységéért, a német nemzetiségi önkormányzat kitüntetését, a pécsváradi német nemzetiségi díjat 2015 évben Peyser Péternek adományozza. A díjhoz tárgyi tanonként szokás munkosz híven Szabó László szobrászművész egy szobrát, álló női alak című körtefa szobrát adjuk ajándékként. És bár nem kell lennakadtunk, de úgy érik, hogy ezért elmondjam, hogy a pécsvári német nemzetiségi önkormányzat elnöke Valmon Mihályt tárt a díjat. Beszéltem az elején hagyományokról és megváltozott hagyományokról. Természetesen mindenkit vár Pécsváros önkormányzat egy kis fogadásra itt a ünnepi önkormányzat ülés után.
most rögtön. Hiszen most kerül feladatásra az IPA pályázat keretében elkészült Szabó Lászlónak egy új szobra Szent Jakabról, itt a vár kapujával szemben. Először azt mennénk felavatni, tehát arra kérek mindenkit, hogy egy kis szusztanás után sétáljunk át oda, avassuk fel ezt a szobrot, és utána jöjjünk vissza a fogadásra. Illetve, mielőtt elmennénk, arra kérek mindenkit ütetettet, hogy szokás szerint egy közös fotóhoz a csapatképhez. Álljanak itt össze, hogy az újságba bekerülhessenek. Nagyon szépen köszönöm. Mint ahogy azt kolléganőm említette, egy olyan pályázaton vagyunk túl, ugyan még nem teljesen, de a megvalósítási részén már igen, aminek keretében Pécsvárad város egy újabb, szép, remek művészeti alkotással gazdagodott. Szabó László művész úr készítette el az IPA pályázaton belül, ami ugye egy zarándokúttal kapcsolatos pályázat, Szent Jakab szobrát. Megkérném művész urat, hogy segítkezzen abba, hogy felavassuk ezt a szobrot, és hát egy külön köszönet ezért a műért. Nyilván majd látni fogják, hogy miért, milyen színvonalú szobrot is kapott Pécsvárad. Jó.